Hát kérem szépen, a mai nagy gondolat, Csokor, az a démon űzéssel kapcsolatban merült föl. Ebben a tekintetben elég nagy káosz van az általam ismert egyházi tanítók és teológiák között. Egészen addig a szélsőség, attól a szélsőségtől elkezdve, hogy minden bokorba démont látunk. Elmész a katolikus templom mellett, rád megy a démon, a katolikus démon. Tehát ilyen böszmességektől elkezdve, egészen addig a végletig, hogy már nincsenek is démonok, és nem hiszünk benne. Ugye ez a tradicionális egyházak ezt erőteljesen képviselik. Kutatni érdemes ezt a témát, hogy pontosan hogy is van ez a dolog. A kérdés az például, hogy valaki azt mondja, hogy nem hívőben nem is lehet kiűzni démont, bár a Bibliában kizárólag, tehát a Bibliában például a gadai megszállott nem igazán volt hívő keresztény, és pont a démonok akadályozták, és ott légiényi démon ki lett tűzve, és így tovább, vagy a jövendőmondó lány se igazából hívő keresztény volt, tehát itt már megdől az, hogy nem hívőkben nem lehet kiűzni, itt kezdődik. Másik pedig lenne az, hogy sokszor a démonok a Bibliában az betegséget okoztak, és szinte minden, tehát súlyos betegségek démonnal vannak jelölve. Süketség, vakság, van még a görnyedtség szelleme is, meg ilyesmi, tehát erre meg ugye egy jelentős részt az embereknek ugye azt mondja, hogy ez már egy ilyen lejár dolog, ez egy ókori babonaság, de igazából a vakság, a süketség, egyebek, hát az nem démon, hanem az egy DNS hibák, meg ilyesmi, tehát fejlődési rendellenesség, és így tovább. Az más kérdés, hogy a Biblia az ugye mindent úgy tekint, hogy tehát láthatatlanból áll elő minden, a láthatóban is akár egy vírus, egy DNS hiba és egy démon okozhat ilyet. Tehát ezen a területen egyébként érződik is, hogy egy nagyon nagy káosz van. Egyébként páli levelekben, Bibliában én nagyon azt nem látom, hogy már megtért szentszelemekbe töltekezett keresztényekből nagyon üzögettek volna a démonokat, Pálnak a leveleibe semmilyen instrukció nincsen, és ahol bűnök vannak, vagy volt, aki ugye az apjának a feleségével élt, meg ilyesmi, ott se írja azt sehol Pál, hogy akkor ízzétek ki belőle ezt a parázna démont, vagy ilyesmi, tehát nincsenek ilyen instrukciók, hanem megtérésre hív a Biblia. És mondom, ha megnézzük objektíven a Bibliát, tehát ilyen tradícióktól meg függetlenül, tehát akkor legtöbbször ezek a démonok, ezek vagy ilyen nagyon súlyos állapotot okoztak, mint a gadarei megszállott, vagy egy ilyen antiszociális őrült, vagy pedig len súlyos betegségeket. De ilyen kisebb pitjában ügyekben nagyon látok démonűzést. Tehát ilyen például, hogy most is hallok mostanában, hogy nikotint űznek dohányzó emberből, meg egyéb ilyen dolgok, nem látom. Tehát ez nekem egy kicsit szuper szellemi, tehát ami már nem szellemi, hanem ilyen szuper, ilyen kicsit tudálékos, ilyen mindenhol már próbálok szellemileg nyúkálni, tehát most ez kicsit tényleg, már lehet azt is mondani, hogy valaki lusta mondjuk, és nem akar mondjuk elmenni mozogni, és akkor meg így űzi magába a kövérség szellemét, szóval hagyjuk már ezt, tehát hogy egyébként van is egy ilyen, úgymond, ilyen evangélista, vagy nem tudom, minek nevezzem, aki például így azt állítja, hogy lefogynak az emberek az Isten tiszteletén. Tehát már minden van, mind a búcsúban, úgyhogy itt igazából szabályt nem is érdemes felállítani, hanem a Szent Szellemre kell figyelni, hogy ezekbe kijelentést adjon. És az igével összhangba. Tehát nagyon könnyű bármelyik szélsőségbe átmenni ebbe a témába. Figyeljünk a Szentlélekre, amen.